1927-ben emelték az első világégés helyi áldozatainak a szobrot Nardán, aztán az emlékművet 1989-ben bővítették a második világháború hőseinek neveivel. Azóta nem jutott pénz nagyobb rekonstrukcióra, egészen mostanáig. A megújult oszlopot emlékünnepségen avatták fel a településen. Gondoljanak csak azokra az édesanyákra, akik a 14 éves fiaikat veszítették el, azokra a szülőkre, akik elengedték gyermekeiket azért, hogy életüket a hazáért adják, és soha többet ne lássák őket viszont. Az emlékmű felújításához szükséges 500 ezer forintot a Honvédelmi Tárca vezetője miniszteri keretéből biztosította mintegy 500 lakosú Nardának. Hende Csaba személyes családi kötődését is hangsúlyozta. A harmadik falu ide Olad, ahol az én nagyszüleim éltek, és ahonnan az én nagyapám 1914-ben ugyanúgy bevonult katonának, mint ahogy a nardai férfiak is nagy számban eleget tettek állampolgári kötelességüknek. Közülük sajnos a mögöttem látható emlékművön felvésett nagyszámú hős az életét adta a hazáért. Az emlékművet az ünnepség végén megkoszorúzták. Narda legifjabb lakói, az óvodások is elhelyezték az emlékezés és a tisztelet virágait.